lassa, e lélekszámra kicsiny, múltra és hírre nagy, vagyonban szegény, szellemben gazdag, jellemben erős és szépségben, arányban különösen kedves város, megőrizte rangját a világban. S a vándor, aki az erdőben és a történelemben tévelyegve, néha már nem lát biztos irányt az európai talajon, felpillant a kassai toronyra, s megkönnyebbülten érzi. Igen, otthon vagyok, az örök Magyarországon, és az örök Európában vagyok. Ide Márai örök Magyarországára érkezik a hazajáró, hogy felidézze a fejedelmek városa lassan múltba vesző szellemét. És a legendákat mesélő utcakövek koptatása után felemelkedik a város fölé, a gömör-szepesi érchegység keleti nyúlványára, a kojsói havasokba, a természetkincsei után kutatni ott, ahol egykoron még nemes érceket bányáztak. Ismerjük meg Felvidék második legnagyobb városát és az északnyugati Kárpátok belső vonulatán húzódó középhegység szépségeit. A város, ez az érett és befejezett szerkezet titkos lényében és igazi tartalmában nem annyira fejlődni akar, mint inkább megőrizni valamit. Minden igazi város őrt áll az időben, a belső tartalom körül. Igazi városokat nem lehet elhatározásszerűen alapítani. A hely megigézi az embert, s az ember nem tud kitérni az igézet elől. Így találkozott alapítóival Kassa 600 év előtt. Mi is megigéződünk Kassa nagyszülötte Márai Sándor szavaitól, és neki indulunk, hogy utána járjunk, vajon őrzi-e még a város régi titkait. A kojsói havasok és a Tokaj-Eperjesi hegység találkozásánál fekvő fényes múltú várost méltán nevezték annó Felső Magyarország metropoliszának. Ma csaknem 4 millióan élnek itt az egyetemeknek, kulturális intézményeknek, katolikus érsekségnek és egyben ipari létesítményeknek is otthont adó Kassán. A központban a hosszan elnyúló főutcában kezdjük vallatni régi titkairól a kassai magyar hagyaték őrzője Balassa Zoltán történés segítségével. Most hát Kassát napokig járhatnánk magyar emlékek után, de arra kérnénk, hogy egy napos sétába mutassa be nekünk a várost. Szerencsés helyen találkozunk, hiszen a város központjában vagyunk. Itt épültek meg a központi épületek, a színház helyén állt valamikor a városháza, az Orbán torony, mely egykor az egész dómot körbevette egy fal, és ebbe a részbe itt a vörös tornyon keresztül lehetett jutni. Akár a város nagyszülőtének nyomán is, vagy a történelem nyomán is elindulhatunk a város. Igen, ugye Kassa itt is bő lajstrommal rendelkezik. Ugye egyrészt kapcsolódnak a városhoz az erdélyi fejedelmek, de Szatmári György, Bokácius János, a nagy humanista író, Rákóczi Ferenc, meg a rákóciak egyszerűen nem hagyhatók ki ebből a sorból. És hát a város leghíresebb írója, Márai Sándor, de Kazinczy Ferenc, Bacsányi János és Baróti Szabó Dávid is itt dolgozott, hiszen ők adták itt az első magyar irodalmi folyóiratot. A Bánkbán ősbemutatója Kassán volt, hogy a színházi dátumok közül is megemlítsünk valamit. Nem bőségesen látnivaló. Merre kezdjük? Kezdjük a domba? Kezdjük a domban, igen. Kell lennie Istennek, hogyha ilyet épít neki az ember. Európa egyik szép gótikus kincse, Márai Sándor is, a város nagyszülötte, többször foglalkozott vele, és úgy beszél a domtornyáról, mint egy kész csonkaújjáról. Tehát ez a csonkaúj figyelmezteti az embert arra, hogy ne csak a földi dolgokkal törődjen, hanem a spirituális égi dolgokkal is. Nem tudtam, hogy ennyire tökéletes ez a dóm, szülővárosom remek műve, ez az évszázadok műkondjával épített tökéletesség. Meghatott gyönyörűséggel nézem minden kövét. Nincsen sok ilyen Európában, de valamire figyelmeztet is a dóm. Ezt mondja, csonka tornyát, mint egy kéz megsérült mutatóujját a magasba tartva. Ebben a városban épült valami, ami az egész világra szól. Ebben a városban remek mű épült.
nézz a magasba figyelmesen, aztán hajtsd le a fejedet alázatosan. Az ember csak annyit ér, amennyire megérti a nagy jelképeket. Az ember csak akkor él, ha épít valamit. Legalább egy dómot évszázadokra. Értsd meg! Próbálunk mi is megérteni, vagy legalább megérezni valamit márai soraiból, ahogy körbejárunk ebben a világra szóló gótikus csodában, amit még a tatárjárás után ide telepített türingiai németek kezdtek építeni, óhazájuk szent életű asszonya Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére. A nagymű mindmáig nem készült el teljesen. Többször tűz is pusztította, sokszor javították, gondos és gondatlan kezek alakították és alakítják a mai napig. És látjuk a sokat mondó jelképeket, a székesegyház közepén a csillár tartó magyar szent koronát, a király oratóriumhoz vezető híres király lépcsőt, ami nem más, mint Mátyás király lépdelt fel itt jártában imádni az Istent. De lépjünk alázattal előrébb, ide a szentélybe, ahol a templom legkiemelkedőbb építőművésze, Kassai István mester keze munkáját, a 15. századi szentségházát csodálhatjuk. És szemben fejet hajtunk a szárnyas főoltár előtt is, ami az 1400-as években készült a nevezetes kassai képfarakú műhelyben. És látjuk az ezernyi apró részletet, a címereket, a festett üvegablakokat, a szobrokat, a régmúlt hagyatékát őrző megannyi jelképet. Ideje, hogy a dóm altemplomába is leereszkedjünk, leborulni a magyar szabadság küzdelem legnagyobbjai előtt. 1906-ban országos ünnepségek keretében tértek haza ide Rodostóból örök nyugalomra a kuruc szabadságharc vezetője, II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosó társainak hamvai. Ezek a márvány szarkofágok őrzik a nagyságos fejedelem mellett édesanyja Zrínyi Ilona és fia József herceg földi maradványait. De itt nyugszik gróf Eszterházi Antal tábornok, Sibrik Miklós a fejedelem udvarmestere, és itt alussza örök álmát gróf Bercsényi Miklós legendás kuruc vezér feleségével, Csáki Krisztina grófnővel. Mert tőlük kapta, a szívében dobban a hit, ami a harcra készteti őt. Zászlaját lengeti, emeli jobban a rojtost, a szent szavú égre törőt. Az örök lét ösvényét fonja fénye, éltesse tovább a hegyalja népe, s ölelje magához nyughelye, Kassa. S ha már leereszkedtünk fejet hajtani őseink előtt az altemplomba, emelkedjünk most fel 160 lépcsőfokon a dóm égre tartott újjába, az 59 méter magas északi toronyba, madártávlatból is szemügyre venni a várost. Innen indulunk történelmi sétára, megidézni régi épületeket és a bennük lakó történelmi alakokat. Kassa, mint szabadkirályi város, a Mohács előtti Magyarország egyik legfontosabb és leggazdagabb városa volt. A Mohács utáni helyzet következtében véletlenszerűen kialakul az erdélyi fejedelemség, és mivel a város a protestantizmust követte, ezért aztán az erdélyi fejedelmek felé húzott, így Bocska Istvánnal kezdődött ez a korszak, mely tartott egészen II. Rákóczi Ferenc idejéig is. Itt szinte minden épület történelmünk egy-egy nagy eseményének a színfala. A fő utcán ott sorakoznak egymás mellett a felvidék nemesi családjainak kúriái. Itt van példának okáért az egyik legrégebbi épület, a 14. századi Lőcsei ház, ahol Tinódi Lantos Sebestyén is lakott, és ahol Bethlen Gábor, miután elfoglalta Kassát, 1626-ban fejedelmi esküvőjét tartotta Brandenburgi Katalinnal. 1644-ben Kassán kiáltották ki a rendek első Rákóczi Györgyöt Magyarország fejedelmévé. Aztán jöttek a kuruc harcok és a császári megtorlás. És II. Rákóczi Ferenc, aki leghűségesebb városának is nevezve, szintén Kassát tekintette főszékhelyének. Olyannyira, hogy 1707-ben itt tartották a kuruc megyék országgyűlését. A fejedelem egyik hóhérjáról elnevezett Miklós börtön épületét útba ejtve érünk a református templom mögötti Hóhérbástya udvarára.
ahol a rodostói ház idézi fel a fejedelem törökországi számüzetését. Amikor Kassa visszakerült Magyarországhoz, 39 és 44 között megépítették ezt a házat. Állítólag 45-ben egy pillanatra megnyitották, 1968-ban kellett volna megnyitni, de akkor megint a szovjet intervenció miatt ez nem sikerült, és 1991-ben nyitották meg ezt az emlékmúzeumot. Kassa szinte valamennyi magyar szabadságküzdelemben kivette a részét. 1848-ban és 49-ben többször is gazdát cserélt. Majd a kiegyezés után, a dualizmus idején alakult ki az Óváros részben máig megmaradt városképe. Az első világháború végén a több mint 75%-ot kitevő magyarok tiltakozása ellenére a trianoni diktátum Kassát az első csehszlovák köztársaságnak adta. 1938-ban, miután visszatért Magyarországhoz, a város lakossága még nagy ünnepléssel fogadta a bevonuló magyar csapatokat, élükön Horthy Miklós kormányzóval. Ám 1941. júniusában már gyászra ébredt a város. A szovjetek légitámadása 32 halálos áldozatot és több száz sebesültet követelt, aminek nyomán Magyarország hadba lépett a Szovjetunióval. A háború elveszett. 1945-ben Kassa újra Csehszlovákia része lett. Olyannyira, hogy az egykori vármegyeháza dísztermében, septében ki is hirdették az új Csehszlovákia hivatalos munkatervét, a hírhedt Kassai kormányprogramot, amely lényegében a nem szláv felvidéki lakosok sok százezer magyar és német kifosztását és jogfosztását tűzte zászlajára. A magyarok jogaiért küzdő Hazafi, a két világháború közötti Csehszlovákia legismertebb magyar politikusa, Kassa országgyűlési képviselője, Eszterházy János is ennek az üldözésnek lett áldozata. Azért nem közterületre van állítva a szobor, mert azt nem, az engedélyt nem tudtuk volna elintézni, mert Szlovákiában még háborús bűnösnek számít a 20. század legtisztább politikusa, akit a kassai választási körzetben választottak meg parlamenti képviselővé. Ez a rabszáma? Ez a rabszáma, azért nincs név a mellszobron, mert amíg nincs rehabilitálva, addig ez a rabszám legyen ott. Lantai Györgyi a szobor alkotója, ez az ő szándéka volt. 1945 után nagyon szomorú sors várt rám, mert letartóztatták, rövid ideig szabadlábra került, de aztán a szovjetek Szovjetunióba hurcolták. Távol létében halálra ítélték 1947-ben, majd visszahozták leromlott állapotban Szibériából, és így kegyelemből életfogytiglant kapott, de az amnesztiák sem vonatkoztathattak rá, és így 1958-ban a Mirovi börtönben elhunyt. És mi volt az ő fő bűne, amiért háborús bűnösnek nyilvánították? Ugye háborús bűnösnek többek között azért nyilvánították, hogy részt vett volna Csehszlovákia szétverésében. És hát őt azért kellett elítélni, mert így az egész szlovákiai magyarságot el lehetett ítélni. Ugye ha őt nem ítélik el, mind a magyarok vezérét, akkor nem lehetett volna a felvidéki magyarságra sem ráfogni a kollektív bűnösséget. És ezért nehéz a rehabilitálása is, mert akkor benesi dekrétumok és minden egyéb más is láthatóvá válna, hogy ez teljesen abszurdum volt, és nem felel meg a történelmi tényeknek. Ezt kaptuk a 20. századtól, és a keserű emigráció jutott annak az embernek is, akinél jobbantán senki nem érezte és szerette ezt a várost. A kassai polgárról, Márai Sándor íróról is meg kell, hogy emlékezzünk. És hála a helyi magyarok összefogásának, ezt ma már gyermekkora színhelyén, a Mészáros utcai házban berendezett emlékszobában is megtehetjük. Itt a kassai sétánk során láthattuk, hogy a város sok mindent megőrzött a dualizmuskori hangulatából. Mára is ebből a millióból nyerhetett ihletet, mikor később műveit alkotta. Igen, ez volt a Kénius Locia számára. Neki Kassa volt az igazi urbs, a város. A többi az csak mellékes volt a számára, és valóban ebből építkezett, táblálkozott. Egy pályázat folytán lett átalakítva ez a három helység, ahova majd várjuk szeretettel a vendégeket, hogy egy kicsit megismerkedjenek Máraival, és azzal a légkörrel is, amely körülvette, és amelyik egy olyan őslökést adott a számára, amely egy egész életen át kitartott. És jól tudjuk, Kassán itt elneveztek róla egy kávéházat is, van egy Márai kávéház. A Márai kafé, igen, a Márai stúdió színpad
mellett működő kávéház, ahol a kassai magyarok össze szoktak jönni. Ha benézünk, hát ha találunk ott néhány olyan embert, akivel esetleg tudunk beszélni. Igazi kassai polgárokat. Kassa tudta, hogy magyarnak lenni nyugat és kelet, észak és dél között nem csak etnográfiai állapot, hanem rang is, nem csak nyelvi és faji örökség, hanem hivatás és feladat is. A város erős falakat épített igazi tartalma köré. A város őrizte magyarságát fallal, karddal és írótollal, de mindig kitárult Európa felé. Mindig nyitva tartott a dóm nyugati oldalán egy láthatatlan, remek mívű kaput az európai szellem számára. Gyakran jönnek itt össze a Márai klubban? Megbeszéljük, itt találkozunk, ki mikor jön, ki mikor megy. Úgyhogy ez egy nagyon közkedvelt hely. Kár, hogy csak egy ilyen hely van Kassán, el kéne több, jobb lenne, mert Kassán számos magyar szervezet van, majdnem 40. Hogyan alakult az elmúlt évtizedekben a magyarság lélekszáma itt Kassán? Mikor én idejöttem Kassára, az 1955 volt, jöttem ipariskolába, akkor a kassai lakosság 80-90% magyar volt. Akkor Kassának körülbelül 50 ezer lakosa volt. És azóta ez az arány mindig romlik. Most, hogy 250 ezer lakosa van Kassának, akik állandó lakhelyen rendelkeznek, abból állítólag 8-9 ezer csak a magyar. Amennyiben veszük a bátorságot, és tudjuk vállalni magunkat, akkor ellen tudunk állni mindenféle megaláztatásoknak, és ellenséges indulatoknak, és reménység van arra, hogy összefoghassunk, és igazán előre tudjunk haladni. Másnap neki is indulunk a Kassa fölé emelkedő folyosói havasoknak, de előtte beiktatunk még egy rövid kitérőt, ide, az Ida-patak mellé Nagyidára, amely egykor a Perényi család várának legendás osztrák ostromáról volt nevezetes. De ma már nyoma sincs a várnak. Helyette a 60-as években felépített füstokádó vasmű otromba épületei fogadnak. A faluban azért megtaláljuk a csákiak szép parkkal övezett kastélyát is, ami még emlékeztet a magyar múltra. Az anekdota szerint a 16. században Perényi, a Szapolyai János király pártjához tartozó főúr cigányokkal védelmeztette várát Nagyidát a Habsburg király Ferdinánd serege ellen. A cigányok diadalmaskodtak volna, ha nem kiabálják a visszavonuló németek után. Szerencse, hogy elfogyott a puskapor, különben... Ezt hallva a német vezér Puckheim visszafordult, elfoglalta a várat és lenyakasztatta a cigányokat. A nagyidai cigányok tragikomikus sorsát Arany János tette közismerté. Egyszer volt özönvíz, mióta a világ. Egyszer nyit 100 évben az aloe virág. Egyszer esett, mondják, kutyavásár Budán. Egyszer a hős Dádék romlása Nagyidán. Ennyit az anekdotákból. Szervusz! Keressük most fel végre a kassai ormokat. A kirándulásban a hegyek lábánál élő magyarság egyik összefogója, a környék természeti értékeinek nagyismerője, Doboz Zoltán lesz társunk, akivel az apró hegyi üdülőfaluban, Aranyidán találkozunk. Arról nevezetes, hogy hajdan, vasércet, aranyat, ezüstöt, antimont bányáztak. Híres turisztikai központtá vált Aranyida, mert hogy itt vagyunk a Kolysói hegy lábánál. A Kolysói hegy maga magasságával a Vasérc hegység legmagasabb csúcsa, 1246,4 méter magas. Aranyidától jó két órás téli gyalogtúra vár ránk a Kolysói csúcsig. Már útközben is gyönyörködtünk az erdő szegélyezte völgy egyszerű szépségében. Előbb óriás bükkök, később szép fiatal fenyvesek közt haladtunk az Aranyidai hegy felé. De térjünk csak vissza a kijózanító jelenbe. Hisz ezen a vidéken ma már nem csak a turista hajlandóságot kell féltenie az erre járó vándornak, de amint Zoltán barátunk beszámol róla, a magyarság vészes fogyatkozása is aggodalomra ad okot. És milyen itt a magyar élet? Hát igyekszünk mindent megtenni azért, hogy
hogy hagyományainkat, kultúránkat, amit őseinktől örököltünk, átadjuk gyermekeinknek. Mindamellett, hogy itt a Kolysói hegy alatt, a Bódva völgyében is elég nagy, egyre nagyobb mértékeket ölt az asszimilálódás, de megmaradásunk egyetlen záloga az, hogy gyermekeinket magyar iskolába iratjuk, és így lesz jövőnk. Csak így lehet jövőnk. Ezt kell tenni. Ezen elmélkedünk, miközben a beszédes nevű Golgota hegy mentén emelkedünk a csúcs felé. És ahogy egyre ritkásabbá válik a hegyoldal, úgy a fenyők mögött egyszer csak nagyszerű panoráma tárul elénk. Kolysói hegy egyike a legszebb és legtágasabb kilátást nyújtó hegycsúcsoknak. Szepes és Abaúj Torna megyék csaknem egészben, Borsod és Sáros jó részben megnyílnak szemeink előtt. Liptónak, Gömörnek és Zemplénnek, s több más vármegyének csak határhegyeit látjuk. Tekintetünk elsősorban az északnyugat felé 75 km távolban fekvő magas Tátrát keresi. A Kolysói havas kitett csúcsán, tán még a meteorológiai állomás mérőműszereit is kiakasztó kegyetlen viharos szél fogad. Így itt egy perc maradásunk sincs. Ereszkedve az északi platóról aztán alkalmunk nyílik megvizslatni a panorámát és további útvonalunkat. 88-ban épült ez az állomás? Akkor ez pont 50 évvel azelőtt volt egy történelmi esemény, ami ide kapcsolódik. Így igaz, hisz 1938-ban ezeket a területeket, ezt a hegyet magát is visszacsatolták Magyarországhoz. Így Magyarországos síbajnokság zajlott itt a Kolysóhegyen. Szinte mai ésszel hihetetlen, felfoghatatlan számunkra, hogy ilyen történt. Tehát ilyen volt a történelem, kiszámíthatatlan. És ez volt a határa, gerinc? Pontosan így. Mi most határvadászok vagyunk. Így. És oda megyünk tovább a folkmári sziklákra. Igen, ott van a lyukas szikla. De oda nem jössz velünk. Én ma nem megyek veletek tovább, de a viszontlátás reményében legyen szabad így búcsúzóul, megkínálom benneteket egy kis helyi specialitással, igazi eredeti sompálinkával, ami erre a vidékre oly jellemző. Egészségetekre, és köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is! Közel két órába telik, míg az alig járt havas úton átrágjuk magunkat a kolysói erdőségen. Megérte a fáradtság, Kolysó fölött ugyanis mesébe illő sziklaformák bújnak meg. A vörös sziklák, vagy turniska néven emlegetett sziklacsoport tagjai közül a legnevezetesebb, a Bagolyvárnak nevezett sziklakapu. A hely szinte teljesen ismeretlen a hazai turisták körében, pedig nem csak a látványa elragadó, de nagyszerű sziklamászó utakat is rejt magában. Innen már Kolysó falu felé vesszük az irányt, és végszóra, ahogy a háttérben magasodó folkmári sziklákra még egy utolsó pillantást vetünk, szinte észrevétlenül, csendesen hófellegek gyűlnek körénk. Az idei utolsó hó sűrű pelyhekben kezdi beteríteni a kolysói havast, s mintha Haut Zoltán üzenetét hozná a felvidékre. Bár búsulnak a bércek felvidék felett, szomorú szemük szinte délre nézni fél. Régi várak, míg karcolják a felleget, vitt feléjük a magyar szót kassai szél. De üzenem a kisírt szemű hegyeknek, viszi még magyar szót feléjük a szellő,
Ha Pozsony felül eztán nem is kecsegtet, délről. Lassan bár, de megy majd elegendő.